Ez gyakorlatilag ez az elmúlt 81-2 év, ez magának ennek a technikának a korra. A polimer technika. Nem is mint tudománynak lehet visszavezetni korábban is, mindig, de mint tényleges, óriási, dinamikus fejlődői barát, és mi a polimer, ezt ugye mindenki tudja, tehát az a szerkezeti anyag, mérnöki anyag, struktúrmateriál, amiben szerves egységek, úgynevezett monomer molekulák épelnek egymáshoz, és elsődleges kötéssel, mindig kovalens kötéssel, és ebből egy óriás molekula, egy makromolekula keletkezik. A makro azt jelenti tipikusan, hogy itt a harmadikonnál több láncszemből álló rendszer. És akkor ebből, hát egy érdekes szerkezet születik, amiben az érdekes, hogy ugye büszkék vagyunk rá, hogy ezt meg tudjuk csinálni körülbelül 80 éve. Kicsit több egyébként a korábbiakat is ide veszünk, de azok igazán előfutárok voltak. A Bakeli szabadalmát 1907-ben jelentették be, tehát az volt az a fekete vaskos polikondenzációs panel, ami jó nehéz fekete telefont, vagy mindenféle egyéb villamos, korai villamos szerkezet a szigetekben csináltunk. De az nem tartozott abba a kategóriába, amiről beszélni szeretnénk, úgyhogy az első fejezet az, hogy polimerizációs láncreakciók. A polimerizációs láncreakciókat, amiben tehát ezt a kapcsolást, hogy ezer, néha tízezer, néha százezer, néha lényegtelen, amiket egy stúzom molekulát kapcsolunk egymás mellé primer kötésekkel. Az elsődleges kötés azt jelenti, hogy ez kovalens kötés, ami két szénatom tud egymás mellett úgy megvalósítani, hogy a két elektron, a kötő elektron pár, ami egyébként ellentétes spin elektronokból áll mindig, az mind a két szomszédos atomot úgy járja körül, hogy egy nagyon erős kötést képeznek. Én a barna könyvemet, amivel de megnyilvánkoztam ezt az egészet a 90-es években, az a cím, hogy a polimer technika. Azzal kezdődik, hogy ezt a kovalens kötést egy szénláncban, polietilén láncban, vagy akármilyen más szénláncban összehasonlítom a fémes kötésekkel. A fémes kötésről ugye mi gépész mérnökök, meg vagyunk győződve, hogy annál nincs is jó, abból kell mindenképpen csinálni. De ezek a kötések, mint kohéziós energiák, valahol ott vannak a 300-400 kilozsúl per mol szinten, és ezek tulajdonképpen nem nagyobbak, nem sokkal nagyobbak legalábbis. A krómet is magasabb, vagy a vanádium, de a vas, a maga 368, nem tudom, hogy csak a kilozsúl per moljával, az nem több, mint a szén-szén kötés. Azok is 300 alány, attól függ, hogy mi van mellette. A szén-oxigén kötés is ekkora, a szilícium-oxigén kötés is ekkora, a szén-nitrogén kötés is ekkora. Szóval ezek a kovalens kötések, ezek akkorán gyakorlatilag, mint a fém-fém kötések. Jó, acélban egy részben, egy vanádiumot vezetben, stb. Nagy. Na most mindjárt fel lehet tenni a kérdést, persze, hogy akkor miért nem olyan szilárd a polimer, mint az acél. Tud lenni, hogy erről is beszélgethetünk. De a lényeg az, hogy mi ezt az óriás molekulát meg tudjuk valósítani, de valójában nagyon ritkán tudjuk igazán kinyújtani. És egy olyan szerkezeti rendszerbe fölépíteni, ahogy fölépül egy fényes kristályrács. Magyarul nagyon ritkán, és a parciálisan kristályosak a polimerjeink a szilárd formájában csak részletesen tud kristályosodni. Na most az újabb fejlemények, és akkor itt van az analogia, tehát a polietilént, mit tudom én, föltalálták, a polietilén az egyszerűbb, hogy ezt mindenki tudja, CH2, 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 világegyetlen, ez minden értékű szén, minden atomja egymáshoz kapcsol, és minden fölös két variát pedig egy hívó.
Ezt megcsinálták 1933-ban, de azzal a trükkel, hogy a két doktorandusz, akinek először sikerült ezt nagy nyomásokkal imedítani, az ICI-nál, amikor akkor egy integratentemus egyik laborjában, hát egy ilyen hétvégén meg tudtak csinálni, hogy bejöttek hétfőn, és kiderült, hogy vagy elment a nyomás, ezek a szélára fölkopáltak egy kis reaktor, vagy így reagált valami, és akkor kiderült, hogy egy reaktor. És akár hiszik, akár nem, mert az egészen tudja, hogy van az ICI-en fektette. Belerökte először a fiókba, utána pedig szigorúan haditechnikai célokra titkosították, úgyhogy valójában 1945 után, a háború vége után jelent meg. Ez a világ legegyszerű polimer. A magatacskója is, vagy akármicsoda, és amiben a legjobb, csak amit elmagunk, ami ma a szemét főtünk. Még egy nagyszerű szigetelőanyag, azért tudósított egyébként az amerikai, az angol titkos szolgált és a hozzátartozó vadi gépezet, mert ilyen jó szigetelőanyag még nem volt mindegy. És akkor már az angoloknak már megvolt a radar technikájuk. A radar, tehát a rádióhullámok visszaveréséből következő, hát ezt nem tudják mondani, távolság és helyzetben mérés a repüléshez, de ezekhez a szigetelés technika elégtelensége miatt a hatalmas nagy gépezet tartozott. Egy kicsit tudják, hogy az első, a módra szállást körülbelül akkor a számítógépes vezényelte, mint a én zsebtelefonom, mint az 1940 évben, és megkötött egy szobát. Na, ez a ICI-féle polietilén, tehát típusítva lett, mert kiderült, hogy ebből meg lehet csinálni egy olyan kis radar, ami már fölfér egy kis vadászgépre. Na most, ha ez így van, akkor a német támadásokkal szemben ez egy óriási dolog. És tényleg így van, hogy nem ezt mondani is, nem vesztették el legalábbis a vannatot a világháborúban. A többi történet is körülbelül ilyenkorú, a plexi. Mindenki tudja, hogy a polimetilmet a világ, az a törhetetlen ablak. Az elsősorban az amerikai vadászbombázók ablaka volt. De mindig átlőni is nehéz. Ma minden gépkocsinak a hátsó villanó, tehát piros lopámbája, a sárga ezt mindenből az emlékeznek. 1936. Aztán egy csomó dolog jött, még a PVC az egy picit korábban megjött, de nagyon nehezen bírtunk vele, és erre is vissza fog térni még, tehát a polivinil klorid. Ez mind egyébként ugyanarra kapta fára megy, ha két szénatom között kettős kötést létrehozunk, tehát nem csak egy sima egyes kötést, egy kovalens egyes kötést, hanem egy második szintű kötést is, és erre a szén alkalmas, akkor ez a második kötés fölbontható, tehát föl lehet mondani ezt a kötőelektropát, két párosítatlan energia, egy digravitális keletkezik, és ez borzasztó gyorsan láncreakcióban, polimerizációban lép. A polimerizációs láncreakció, tehát olyan sorozatreakció, aminek csak az első lépését kell elindítani külső energiabevitellel, de föl kell mondani ezt a második kötést. De ez egy valami iníciátor az a lépkel. Egy kis rendszer kell hozzá valami. És a következő lépések sorozata, akár ezek tízenek, az mind automatikusan úgy következik be, hogy az előző lépés energiafelszabadítása bőven fedezi a következő lépés aktiválási energiáját. És az egész úgy, ahogy van, glutóm jelenben pedig erőteljesen exoterm. Táncreakciót. Tessék, bakelit. Na most a bakelit nem ilyen, ezt akartam mondani, hogy a bakelit az még a korai polikondenzációs eljárásra készült, ami azt jelenti, hogy addig főzök két reagens anyagot, és eltávolítom belőle a kiléptetni valót, amíg majd szép lassan így össze. Tehát órát, én még főztem bakelitot, ugye visz így a 16 órára. Na, a lényeg az, hogy ez egy másik műfaj, és ma, akkor most egy nagyon meggyőző érjön, a polimer gyártásunk, a világ polimer gyártás, ami körülbelül nagyságrendileg olyan 320 millió tonna per év.
Tehát szinte naponta csinálunk egy millió tonnát. Millió tonnát érdek is. Tehát itt a 9-en kiló. Mindegyik, a föld minden lakójának legalább napján vagy egy maradékon jön, valamilyen dolog megfelelődik. És ennek a 90%-a polimerizációs láncszelekcióval készül. Tehát van még néhány hagyományos polikondenzációval és polikaddícióval előállított. Jó, a bakelit is működik minden, már nem azon a szinten, ahol igen. Egyébként érdekes módon az integrált áramkörök, az IC-k gyártásánál felhasznált, na ezt is maguk tudják jobban, mint én, úgynevezett rezisztlapok, amik a rajzolat átvitelét viszik a rétegekre. A rajzolat az ugye olyan, mint egy nyár, csak több nagyságrendben kicsinítve, tehát miniatűrűdában, és ezekkel a lineáris, planáris rendszerekkel építik föl egymás tetejére azt a rengeteg transzisztor, kapacitor, meg rezisztor, amiből tényleg a mai telefonban nagyságrendileg egy-egy ilyen pici csokiban 16. darab van legalább. Tehát legalább egy millió tranzisztor van az én egyszerű is mobiltelefonomban, hogy mindenki is van csokiban. Meg. Szóval, annak a réteg felépítésénél használnak ilyen lakokat, ami még hasonlít egy kicsit a vakfelékhez. És hát az egy mindjártunk, mint tudom, négykészlet, meg sok mindent csinálunk a faiparban, agglomerált falu lapoknak a felületét. Tehát ilyen gyönyörű fa utánzat nyomtatott papír fölvitelével, aminek a tetején még van egy polikondenzációs típusú lap. És magát az agglomerációt is, ugye ez egy forgásra, ez tartozik a családhoz a baros nevez, és mostanában, amit durva nagy hasítékokból is csinálunk óriási építőlapokat. Az egész amerikai építőipar erre épülnek, mindenki faházban alatti kaptámokat felőkarcoló valaki, már pedig kevesen vannak. Én is ilyen alattam Kanadában, nagyon jó működik. Na, a forgásnak és ez az OSBC-en nevezető durva agglomerált nap, és mind tartalmazza valamilyen ilyen bakeli típusú polikondenzátumot, de kevesebb, nagyon jó, pár százalék. Igen, mivel normálisan is munkákkal összehozunk. És ugye micsoda majd utolni például, hogy márványok utánzat, és ilyen vastag az egész fűrészelni, akkor látszik rá, hogy az egész feldarabolt falhatítőből. Na, szóval itt adjunk át, ennél a 320 millió tonna per évében gyártásán körülbelül ennek a 90%-a polimerizációs reakcióban. Óriási dolog volt ez. Ez egy nagy jelentőségű dolog volt. Nagyjából 80 évvel ezelőtt elkezdték. Amikor én végeztem itt 1960-ban az egész nyugati karon, akkor ez a világtermelés akkor indult, akkor lehetett senki, hogy ez egy nagy dolog lesz, akkor már 1 millió tonna per év volt. Ez az 1 növekedett föl 320-ra, az előttől, mint tudom, a falunkban. Megállíthatatlan dinamikája van. Na most mi ennek az egésznek a lényege? És ha már itt tartunk, akkor hasonlítsuk össze a fizikai láncreakcióval. A fizikai láncreakció is láncreakció, tehát amit Bakson a masítás szénjából energiának fejlesztésével művelünk, az is csak meg kell lőni, és végszalad. Van a spontán láncreakciónk is, ugye a spontán bombás is láncreakció természetesen. Azért azokat, ami az energiatermelő láncreakcióinkat indítani kell, az indításnak az a lényege, hogy minden lépésben keletkezik, mit tudom én, 2,34 számú neutron, és az tovább viszi a láncreakciót. Tehát az a láncreakció, a messziről látszik a különbség, az elágazó, az bokros. A milyen nagyjából lineáris. Ez egy elő. Ugye mondom a hátrányt viszont. A mi láncreakciónk, tehát olyan anyagból indul ki, aminek a alapanyaga, tehát az etilén, az egy kőolaj származik. Egy vagy a benzinlaget. Úgy épít a benzin. Olyan égésűvel, olyan vezérésűvel.
Amit megcsinálok, az is úgy ég, mint a benzin. A polietilén ég is, ugye nem különbözik. Talán 10%-ot vagy annyit sem. Akkor kőolaj ég is. Mert azért ez nem veszélytelen. Az uránoxidok ugyan is megjönnek. Csernobyl volt az uránoxid ég. Tehát van az egésznek egy komoly veszélye. Magyarul meg kell tanulni ezt a láncreakciót is kontroll alatt tartani. Nem tudom, hogy a fizikusok között ki hisz a nukleáris energetikában, én hiszek benne. Hát egyszerűen hát az ember azért van megtanulja kontrollat tartani. Egyrészt a saját láncreakciót is, mert még az érzelmeim is segítenek a képvétel az egyébként. Azt is mindig ilyen, mert kontrollattal segíteni. Meg kell tanulni a láncreakciót kontrollat tartani, megtanulni. És akkor hogy mondja el büszkén, hogy mi előbben csináltuk a kontrollált láncreakciókat, mint a fizikusok. Ami amikor csinálták meg az első atomosítást, 1942-ben szerintem, igaz? És az elején, legyünk őszintén, hát kitűzték az atomot, már megcsinálták 3 év alatt, ami a kontrollálatlan, a szabályozottan robbanás recepte. És csak mikor kezdték el az első energetikai reaktort csinálni? 55 körül, 54. Ugye? Na most mi ezt az egész iparágot elindítottuk még egyszer a 30-as években. Az volt benne a nehéz, és ezt akkor már majd mindjárt vissza is csatolunk. A harmadik kérdéskörnek azt tettük föl, lesz egy második is benne, tehát az első kérdéskör a kormányzációs láncreakció, jelentőség és előnye. A második kérdéskör az lesz egyáltalán a high-tech vonása a polimer feldolgozási technológiákra. És akkor a harmadik kérdéskör a környezetvédelem. Na most idehozom a környezetvédelem legnagyobb vágyát, hogy amit mi megcsinálunk, ez valami borzasztó anyag, mert ezt a Föld nem viseli el, nem emészti meg ezt, ez nincs az a bogár, ami szétharapja, ez nincs az a vegyszer, ami föloldja, ez ott úszik a tengerek és az óceánok felületén, van a szigeteket képez, ha megeszi és fölapítja valamilyen nagy hal, de meg akkor is bele van. Ez egy rettenetesen nagy képtom, már most mondom. Hát pont az volt az elejében a nehéz, nem csak kontrollálnod kell tenni a láncreakciót, hanem az, hogy amit létrehozok, az stabil. A kémia tele van olyan reakciókkal, nagyon azt mondanám, hogy a kémia minden reakcióra redenciális. Vízes volt, a paraméterekre függő. Ha valami tesék, hát elérték, hogy nem, az mindig, a legegyszerűbb megoldás. És visszakapjuk el az energiáját. Így van, a valódi szénégető, vagy meg szemétégető, minden korrigus az elektronikus. Csak neki nem mindenki is elektronikus. Mondjuk annál értékesebb, azért majd mindjárt beszélgetünk a dárakról, annál értékesebb, mint hogy az egészet úgy ahogyan a szemétégetővel köpjük, de az egy nem rossz megoldás. Deponálni persze nem szóval, gyűjteni kell, ha lehet szemekni, meg kell gyűjteni. Ha lehet újra felhasználni, kell összeállítani. De a végső megoldás, az égetéssel azt már visszakapjuk fel az energiát. Egészen odáig indokolt ez, amíg az emberiség ezt a csúfságot műveli, hogy a kőolaj és az összes többi fosszilis energiahordozóját képes elengedni a célokra elégen. Hát ezt csináljuk. A kőolajnak a 90%-a energetikai célokra el van égetve. Milyen formában? Hát benzin, kerozin, dízelolaj, hűtőgáz, még a papurát is, itt van olyan energetikai részleg, ebben a szinten is talán kérdezett üzenünk. És ha ez így van, akkor az lényeges, az füstben egy. Amit én csinálok, annak még van esélye, hogy reciklálásra kerüljön. És a végén, hát Krisztus meg, de addig, amíg a 90%-ában úgy is elégedni, hát addig nem is teljük akkor ezt a pár százalékot, ami a szemétben van. A városi szemétben nincs nagyon sok kérdés, 10% alatt jövő, és direkt segít
hallok egy szemét téged, hogy nekem minden egyenre is el tudja mindenkinek csomó dolgot téged, aminek nincsen pedig is. Na, tehát mi a szép a mi lázreakciónkban? Az, hogy ellentétben a fizikai lázreakcióval, ami szintén csak egy iniciálási lépést igényel, ami szintén exoter, ezt használjuk. Azonban lényegében egy elszikráztatott, elégetett, elhasznált végterméket ad, ami ugyan még sugárul egy darabig, de azért valójában nem olyan anyag, mint a mi anyagunk. A mi polimerizációs lázreakciónk egy manifest lázreakció, egy megtestesült anyagot hoz létre, egy polimer láncot, amiből szerkezet jelen a de a lényeg az, hogy amit itt létrehoztunk ebben a láncreakcióban, az egy kitűnő szerkezeti anyag. Nem volt ilyen. Most én valamit sem ültem. Nem volt, sem rendesen sem. Ezt kellett volna nekem észrevenni, hogy itt a keresztény. Jó, nem néztem hátra. Szóval, jó, ha tudom én, hogy közelítettem, mert már jött a nap erre felé, nem vagy így is, jó, azon a telgetőn akkor én menni fog. Megjeleníteni? Így jól vagyok? Megtestesült lánszereció ez, tehát létrejön benne valami polimerizációs. Ez egy nagyszerű anyag, és mindjárt az elején kiderült, hogy ebből sok mindent lehet létrehozni. Elsősorban a villamos technika, az elektrotechnika tapsolt nagyon, tehát még egyszer olyan szerkezeti és szigetelő anyagot hoztak létre ezzel, ami sokkal jobb, mint a korábbiak. A bakelitnál is sokkal jobb, a bakelit vízérzékeny, a polietilén nem. Abszolút hidrofón feltem, és meg a rögszön is el. Viszont kitűnően lehet megpróbálni. Ezért mennek tőle a végül tartani a külön szobában. Miért? Mert? Hát ezek szerint vízérzik, tehát a foglalataim azok szép nálam. A régi vakkerényi foglalat, hogy lesz ilyen régi van, tehát különben is át kell kérni, az energetikai oldalát is nézzük el. Régi szókat tetszik használni? Nem. Mert ennek a 80%-a megyen. Már csak a foglalat az bakelik volt, és most éppen próbáltam újra, de csak a két nap kések hosszíves. Na, itt látszik, hogy természetesen a kémia minden reakciója visszasorulva. Amit össze tudok rakni, a szép is esik. Paraméterekkel tudok játszani, és ezt a fajta tévtart, hogy ez az örök életre szolgál, és ez soha nem fog elvonulni. A Föld a lássuk, akkor 10 000 év múlisok lehet. Pontosan lehet tudni ennek, ezeknek az összes nagy baját, mindjárt az elején mondom, a PVC-vel így tápoznak. A PVC-nek az első nyomát még a 19. században is vissza lehetett vezetni valamelyik kémiai fogadba. Nem tudtak vele mit csinálni. PVC egy átmos anyag, de nem olyan, mint a polietilén, vagy a polisztirol, vagy a polipropilén, hogy meg kell csinálni a láncot, és utána képlékeny alakítással extrudálni a csökcsöntelére. A PVC-t nem lehet. A PVC-t mindenek előtt duzzasztani kell egy kicsit, tehát lágyító nélkül a PVC-nek működik. Vagy sok lágyítót teszünk benne, és akkor egy lágy PVC lesz, vagy kemés lágyítót, akkor is kell benne. De akkor nem tudom, hogy 5%, akkor meg egy kemény PVC lesz, amiből ki üzletekén meg egy kicsit keletkezni. De a PVC stabilizálása, ez egy óriási feladat. 10, 20, 30, 40 évig nem tudtak vele mit csinálni. Németek kezdtek, és akkor ide kellett a svájcinek a német vegyiparnak. Az a különleges tüki, ami megegyződött a hát elsősorban a gyógyszeriparon. Hát megtanultunk olyan speciális adalékokat kialakítani, persze kellett hozzá, és hogy eddigre már tudtuk, hogy mi a párosítatlan elektron, hogy mi az, hogy antioxidáns, és akkor ezeket a
A reakció ugyanis a polimerezenszer fláncert a gyökös reakció, tehát a szabad párosította elektrot viszonylag következő, vagy azt mondja fel a következő kettős kötés. De ebből következőleg a degradációnak is gyökös a mechanizmusa. Vagyis a gyökös degradációt kell mindjárt az elején elkapni valamivel. Inhibitorra, antioxidánsra. Na most ezt a kémiában azért azóta megtanultuk, ezeknek az antioxidáns reakcióknak az élő szervezetben is nagy szerepe van, és ezek igenis nagyon jól kézben tarthatók, csak elvisz megint egy csomó mérnöki munka kell. Mindez úgy nagyjából, tehát még egyszer 1950 tájára ért meg, és a nagy földgyorsulás az nagy szerencsém, az akkor indult, amikor érintünk ezekből a padokból kivéltem, tehát 1960. És elég jól látszott, és ez is esett még egy szinkronitással, tehát az történt még, hogy ezekben az években, a 60-as évek elején az egész vegyipar átfordult a korábbi tapasztalataiból, ami elsősorban a szerkezeti anyag oldalon egyébként az acélgyártáshoz szükséges koksz, és annak a mellékterméke a kőszéngáz, a kőszénkáprány mellékterméke, amikor a gáz, külön gázgyárakat építettünk föl, ez kokszot csinált, és gázt, a városi gázhálózat. Ez mind átfordult kőolaj alkuba. Kőolaj és földgáz lett a vegyipar alapanyag 1960-as években. És akkor látszott, hogy na, ez meg fog lódulni nagyon gyorsan. Tehát még egyszer 50 és 60 között a világ 1 millió tonnát, ma 320 millió tonnát játéknek ki. Mindjárt élet teszem, hogy a magyar oldal is nagyon erős. Magyarország az utóbbi 8-10 évben már másfél millió tonna terén fölött gyártott. Ez azért nagyon sok, tehát fejénként, koponyánként, évenként úgy mindenkire 150 kiló műanyag, ennyit nem is használunk, de azért szerintem megvagyunk, hogy itt velük a német vagy a francia, azok már 100 kilónál tartanak, mi a 80 kilónál tartunk, tehát ennek a felét viszont könnyen exportáljuk. Milyen érdekes, pedig nem vagyunk kőolajnak hatalom. Tehát a kőolaj, amit felhasználunk hozzá, azért az import. Tehát 88%-ban, de a lényeg, hogy hozzáadott érték. Értünk hozzá, jót csináljuk. TVK, VVK, 100 halopattal, és minden ilyen. De ezek jól működnek. És hála Isten, az egyik részük, a legnagyobb részük magyar kérdben van, mint a gyógyszeriparban, örülünk a Istennek, mert a magyar kérdben van, a hónak is örülünk. Az magyar. Tehát két van a többnek össze, más is lehet, de azért nem adjuk el a részvények, hanem azok felé tudjuk állni. A MOL most kezdi el, egymás után egy újabb bejelentéseket lehet látni a tévében. Most kezdünk el például mögé annak az óriási felfutásnak, amit a gépipari oldalon az autógyártás jelent, Mercedes, Audi, Suzuki, Opel, mögé rakjuk az agros gyártást. Volt nekünk az előtt is Taurusunk, azt persze privatizálták előtták a Istennek, de hát nem össze az a Isten sem, de legalább 6 ilyen nagy óriási adózság van azóta. Koreai, indiai, kína, mindenféle van már. És az idén pedig elkezdjük gyártani az erre szükséges új gumit. Természetesen a gumi is polimer. Most akkor egy kis visszacsatolás, tehát a polimer az nem egyszerű a műanyag, a polimer az egy olyan szerkezeti anyag, amelyik az alapelve ez a monomer egységek kapcsolása, de hát ez ki van találva a természetben is, a fa is ilyen, a fűfa virág, a bőr. Én is ilyen vagyok, a csontom is ilyen, a bőröm, a hajam, az ember maga polimer, a fehérje is polimer, a természet rengeteg polimer. És ez az egyik nagy válasz arra, amikor azt kérdezik tőlünk, hogy na de mi lesz, amikor elfogy a kőolaj? Mert még egyszer, amit ma felhasználok a kőolajból, az 10%-nál sem, a többi ma kell érteni. De amikor ez fogyóban leszünk igazán, most a 40 évre satszolva. De ezelőtt 40 évben is azt mondták, hogy körülbelül egy ilyen tartalék, mint a 2-ben, de akkor nem.
ilyen technológiákat is, meg kell tudni mutatni. De, ha egyszerűen igazán fogyóban lesz, akkor az egész mesterséges polimer gyártást át lehet állítani a természetes polimerek konverziójára. És ennek van egy borzasztóan stabil háttérszál. A természetes polimer, tehát a világban éneként megújuló fű, fa, virág, kukorica, szalma, tehénszarva, tehénbőre, tehénrusa, minden egyéb, ami polimernek tekinthető. Ez három nagyságrenddel nagyobb, mint ez az óriási műanyaggyártás. Tehát nem 320 millió tonna, hanem, hát nem tudjuk pontosan, de több száz milliárd tonna per év a megújuló természetes polimer hozzá. Ezt csak nem szabad elszúrni. Többek között ezt sem szabad elégetni. Hát itt van a nagy kérdés, hogy kukoricát, hogy mondjuk-e az éhezőknek, neveljünk egy disznót már át rajta, és akkor esetleg azzal is lehet segíteni a saját éppelőkben is. Vagy megcsináljuk belőle a, tudom, a biometánot, és azzal adjuk az autónak. Nagy kérdés. Nem biztos, hogy autón kell. És a kukorica hozzá is természetesen van, hiszen akkor mindenben 50 milliárd. Tehát egy hektáron egy 5 elmegyünk kukoricából. 8-10 tonnát legalább. Na most a lényeg az, hogy ez mind egy szép egyensúly mutat, és az egész valahol átment a high-tech borzasztóan gyorsuló szakaszában, nem így fecsegett még. Szeretnék mesélni arról, hogy ez a nagyon izgalmas a feldolgozás technikájában. Na, örülök, hogy itt van a reológia érdeklődés. Elégség ez a asztalom. A reológia mögött ugye a deformabilitás áll. A deformabilitás alapkérdését mi a gépész karon ugye Hooke-tól tanultuk meg, 1635-től 1705-ig kialakította azt az egyszerű képet, hogy a deformáció és a feszültség a arányos, igaz? Ez a Hooke-törvény állapos fölében, ezt mindenképp ezt tudja. Fölírjam, akár ezt a szépen. Na most a kortárs maga mögött egy úr, 8 éve volt fiatalabb, egymás mellett voltak tulajdonképpen a Cambridge-i egyetemen, a Hooke egy nagyon gyakorlatias ember volt, Hooke mindenféle csinált, amit a Newton is egyébként, tehát például az atomában mindenféle nagyon voltak. De Hooke megcsinálta hozzá a mikroszkópot, meg sok mindent. Egy különleges ember volt, mint a mi Csonka Pálunk, aki az a műanyag, bocsánat, ma a polimer technika labor, az NT5 látszótrakisában volt tulajdonképpen a műhelyfőnök a Csonka tanáról. Tudják, akinek itt van a szabályban, szóra a jégkületen. Aki a Bátyival kitalálta a hormasztót és így tovább. A Hooke is egy ilyen gyakorlatilag ember volt. Össze is vesztett mindjárt az elején persze, és a Newton persze el volt foglalva sok minden másra, de azt mondta, hogy hát alapvetően ezt a fajta deformabilitást azért ennyire leegyszerűsíteni, hogy a polimer ezt így nem lehet. Az anyagok egy része a feszültség hatására tulajdonképpen folyik. Itt van az reológiai alapegyen, én is fölírom azért, tehát a Hooke fölírta azt, hogy sigma egyen epsilon, és a lehetőségi tényező nem más, mint a modulus. Mivel fölírta Newton, hogy ha másik felől nézzük, akkor a tau író feszültség, az nem a d epsilon, hanem a d epsilon per d, tehát lesz arányos. Az dinamikus szemléletű volt, és itt van ez az arányosági tényező, az d, a viszkozitás. Egyébként magát a differenciál fogalmát is Newton vezette be, ugye ezt tudjuk, hogy csak mi tartjuk a német hatásokra, Leibnizének ezt a koncepciót, ezt ők felhőzhetően függetlenül Leibnizről, hát lehet, hogy közel volt egy időben máshoz, csak ő nem differenciál hányadosnak hívta, és
a lényeg, hogy ezt a fajta differenciál hányadost a Newton a funkció nem terjedt el. De maga fogalma szerint a kezdeményben. Na itt vagyunk tehát, és ezek a két modelljét, ugyanúgy is, miután felakasztok egy rúgóráig, most súlyt, akkor ezt megnyúlik, a kettőt, akkor kétszer, akkor stb. Ez pedig nem ezzel a modellel, hanem mindezett dugattyús modellel modellezhető igazán, és akkor na most mindenféle fölrajzolhatjuk ezt a nyom, mindig inkább megmutatom, van két unigolyó, és ezek közül az egyik az rugalmas, a másik az nem. Mindig el szoktad burgolni. Na most már találjuk? Megvan. Nem, erre az asztalra, hogy hát ez is szintes. Tire, visszaadjuk. Tehát az egyik unigolyó az hatlan és rugalmas, a másik ugyanaz látszik, és nem az. Tehát a viszkozítás elnyeli tulajdonképpen ezt az effektust, és akkor még jobban megmutathatom, az összes anyagom, az összes polimerem, közvállom az egyetlenesen a lejátszat. Ugye nem is látszik messze, hogy melyik az, amit csak a képviselően jobbá. Most van még egy anyagom, amiben meg tudunk csinálni ugyanazt a golyót, csak egy ilyen gyúrban féleségből. Van, akinek családja van, és gyurkázik a csemet éjjel, mert a 9 unokában van. Én is szeretném gyurkázni. De a lényeg, hogy ebben a gyurmából is tudok golyót csinálni. Természetesen. És itt a lényeg, hogy minden nagy zseni voltak a szövegbe, azt nézzük, hogy milyen a terhelés van a deformáció. A terhelésnek a sebessége. A deformáció sebesség. A míró sebesség ilyen. Ez a lényeg. Ha ezt én lassan megdörzsöm, akkor tudok belőle golyót csinálni. Ha lassan meghúzom, akkor tudok belőle akármit, akár piskótát is csinálni. Föltehetem a szatokulét. És ugyanakkor meg, hogyha ebből golyót csinálok, és megpróbálom megnézni, hogy hasonlít-e valamivel se golyóval, és kiderül az iszintes akra, és akkor kiderül, hogy ez ugyanúgy vattam. Csak nem elég tökéletes, hogy egy ilyenben kialakított golyó formában. Na most megvan. Átadtam. Tovább is azon, hogy lehet nézni. Tehát a deformáció sebesség óriási mértékben meghatározza a válaszokat. Tessék csak gyurkálni és próbálni. A lényeg tehát itt van. És ennek az egész anyagnak ezt a furcsa kettősségét, ami ez egy első fokon borzasztóan utálatos tulajdonság. Mindjárt két következménye is van, emlékeznek még a számítából a kúszásra és a feszültségdeformációra. Tehát az én összetett anyagom minden polimer, a hőrehányulóknak ez a 90%-os hatalmas nagy tábor, az összes polimergációs láncszerkció, aki a hőrehányuló, a PVC, a polietilen, a polipropilén, amiről még nem is hallottam itt az egyetemen, nem volt főtaláló. Engem úgy engedtek ki ezekből a padokból ezekhez az hatalmakból, hogy nem tanultunk a polipropilénről. A polipropilén a legnagyobb biznisz manapság. Az autó minden fő alkalmat rész, az belső útban, műszerfal, sakkú, ülés, polipropilénről van. És az üvegszálas variációi között pedig egyszerűen csodálatos. Szóval, ezt a fajta nagy tábort a viszkoelasztikus karakteré jellemzi. Egyszerre newtoni és húki viselkedés. Csak attól függ, hogy milyen a deformációs sebesség. De a deformációs sebességben viszont egyszerűen utolérhetetlen az alakadás technológiáival. Tehát az alakadás alapvető technológiája, mint ismernek a filmesek is, hogy megpréselem. A lemez préselni lehet, és akkor karosszéria lesz belőle. A filmek mellett a polimereket is lehet préselni, az egy viszonylag lassú deformációs sebesség. Ezt a deformációs sebességet egyébként, tehát ezt a dy/dt, gamma pontnak jelenlőre szokások, természetesen a mértékessége az 1 per szekundum, és akkor ezek az 1 per szekundumok borzalmas, intanos
fölírok, hogy táplálkozott, ez lesz a gammapontnak a kérdés, tehát a más néven a Y-szilófen négyézen a szószóban, még egy percekundó mértékenységben, és itt lesznek az egymódják a sajtolásnál, ez egy egyszerű, viszonylag kicsi gammapont, tehát mint tudom én 10, egy percekundó mértékenységben. Az exkluziónál már 100. A meleg formázás különböző variációinál, ez olyasmi, mint a mélyhúzás a filmeknél, ott, mint tudom én, még egy nagyság ennek magasabb is a meleg formázás, tehát mind a negyediken is el. Most jön az égdalos, a fröccsöntés, ennek is van egyébként hagyományos gépvédő, vagy fényes megoldása, ez a nyomás alatti öntés. Így öntik például, amit mondom, az alumínium felmint manapság a gépkocsiban. A fröccsöntésnek a gamma pontja, tehát nyomás alatt önteni, zárt formában, fölmehet akár 10-5-ön, és akkor van egy egész különleges technológia, legvégül a számozás, pedig akkora deformációkat tudok csinálni, hogy elérheti a 16-on 1 per szekundót. És csak utána gondolni, 1 per szekundó, ugye az azt jelenti, hogy 100% másodpercenként a deformáció sebessége. Mert a 16-on is, na tegyük ez meg, végésebb, de 14-en 1 per szekundó, az azt jelenti, hogy 1 millió százalékot deformáltat 1 másodperc. Egy fantasztikusan gyors technológia. Miért? Hát mert az egész itt van az ember közeli hőfoktartományban. Nem nehéz fölmelegíteni a modellt 160 fokon. A polipropilén 200 fokon. Az ABS-en nagyon van, a műszerfalát csinálom a hő, vagy a klaviatúráját a számítógépnek, vagy a reflektorját az autónak. Az mit tudom, hogy kicsit följön. De a lényeg az, hogy a poliamin 240 fok. De itt van ember közeli hőfoktartományban, nagyon jól beállítható a viszkozitása. A viszkozitás egyébként nem ilyen kell egyszerű ma már, mint a Newton esetében, hogy a viszkozitás nem függ a deformációs sebességtől. Csak egy kicsit bonyolultabb az egész. Na ez ilyen megint a reológiában, ha van valakinek kell. Ilyen lényeg a könyvénkből. Hát ez majd látszani fog benne. Igen? Na, ez a lényeg, hogy ezt most már vegyük be azért, de gyönyörű reológia. Nem annyira egyszerű, mint ahogy ezt Newton elképzelte. És hát persze túl van ezt a Hawking megközelítésen, de azért valójában ez kézben tartható, és a technika pedig gyorsan előre lobakol. A CD például, tehát a fröccsöntött adathordozó lemez, ami egyébként most meg ki a divatban, mert éppen most mindenki bücsökre teszi az információit, de a CD azért még mindig használatos a filmeknél, mert a gyerekek használják a játszani. Egy CD-t várna most, amikor több színben egy filmet föl lehet tenni rá 3 órát, fölteszik róla 6 különböző opcióban meg lehet választani, hogy és vagyok, hogy és ezt meg tudjuk csinálni egy fröccsöntött polikarbonát lemezből 4 másodperc alatt. De a 4 másodpercnek csak a 20%-a valóságos befröccsöntés, az összes többi a szűrtésre fordítódik. Tehát jön a meleg anyag, a nyomással. És itt van a másik, hogy ezekhez óriási nyomásokat használunk. Tehát a mai fröccsöntő gépeink van belőle 4 éppen lent a laborban, itt a MT-épületben. Azok fölmennek ebben az ömledék nyomásban a 2000 bárig. 200 megapaszkál, ez azért én mondom. Ez kell ugyanis, hogy ezt a finom mintázatot, ami a CD-nek a mintázat, ami csoda, tulajdonképpen a belése, tehát a pontok és feszültségek és szünetek olyan garmadája spirálban rakva, ami azért egy mechanikus gödörkét jelent.
Aztán ez persze ki van töltve, egy fény visszatevő rá lehet fényni, és azt még be is lapozzuk. Kérdés ilyenkor az szokott lenni, na és milyen az írható szép fény? Hát az ugyanaz, ezt a fény visszaragolja, lényeket benne nem adjuk. Az nem fröccsöntött, az maradt. Lézerrel lényegében, igaz? Jó gondolom? Nem. De hát írnak mindenki, írjuk még CD-t, mert nem megadjuk. Írjuk. Igen, de ugyanúgy meg kell csinálni belőle azt a mintázat. Én még tanultam morzét, és hogy nekem ez annyira szemléletes, de hát nyilván nem morze jelez, hanem a lokadikus motivációjával. Na most mindezt azt mutatja, hogy valami iszonyúan gyors technológiáink vannak. Egyébként ezzel a szállózással a legegyszerűbb orienteringből meg tudjuk csinálni, mert valamit egy jó orientációt is alkalmazunk hozzáni, egy jó sütét és mindenféle külköket. Meg tudjuk csinálni, hogy megképzelítjük ebből a kovalens kötésből fény nagyságrendű kohéziós energiának a hát ez a maximum elérhetőségnek a 10%-at, és akkor ott vagyunk messze a fényekből. Tehát szakító szilárdságban polietilén szárból lehet kapni boldog, majd 3 gigapaszkálos. Egy jó acélnak a szakító szilárdsága, nem mi maga szerint itt meg a gépész kollega, egy jó acél szilárdság, egy hengeres acél lenne szakító szilárdság, amiből nyugodtan meg lehet csinálni a tetőfényidat. Az egy hengeres lemezből készül. Az a 4-500 megapaszkál. Ennek az ötszörösét meg tudom csinálni polietilén. Zsinórban. És ráadásul az olyan zsinór lesz, hogy ez nem bántja a rozsda, ne lehet bántani a tengervízbe. Az egyetlen az, hogy hőjézét adjuk. Tehát nem érdemes belőle Erzsébet hidat csinálni, mert valaki véletlenül megnyújt egy petárdát, és eléri a 160 fokot, és elhalva. De a szilárdságában nincs van. A stabilitásával van baj. És ez a tétla még ezzel, amit a zöldeknek a figyelmüket rendben ajánljuk újra, hogy nem igaz, hogy ezt a anyagot nem emészti el a természet. Pontosan az ellenkezőjével, tehát a stabilizálásával évtizedeket dolgozott a vegyipar maga. Mert ez komoly feladat volt a Civag Enginek például a Svájcban, kifejleszte a polietilén stabilizátorait. És akkor itt van a történethez egy gyönyörű szép anekdóta, de valóság. Ugye az egész elmélet, a makromolekulák elmélete egy német nevű, de Svájcban dolgozó Hermann Staudinger nevezetű profhoz kötődik, aki az 1920-as évek közepén meghirdette ezt az elméletet, hogy ezeknek a szerkezeti anyagnak, ő a cellulóz tanulmányozta először, a fának ezt az összetevőjét, ugye, ami a lignin mellett a fő tartó eleme a szekvójában is. Nagyon sajnálom, hogy itt a parkban, itt a épület előtt ez a szekvója, ez sínylődik. Ugye? Ez egy mamut fenyő, kicsiben, itt van már 50 éve, és most valami érte a teteje és a oldalai szára. Nem tudom, hogy miért nem tudnak el a kertéket, jókat elköszönni. Tehát 1000 évig, óriási konstrukciókat épít a természet. Ennél szeretem legjobban Amerikában, Szipásácsiktől nyugat felé, tehát Seattle és onnan lefelé San Francisco irányában. Óriás fák, 1000 éves, 1500 éves. Borzasztó sokat kiírtuk az amerikaiakat, a vasút építés, meg a villanypózat kedvéért. Miért? Mert nem volt polietilén, amiből ma, hát hol van villanypózat, sehol, hát minden energetikai hálózatunkat föld alá építünk. Hát elviszi a többek között a polietilén. Minden egyéb infrastruktúrán természetesen műanyagból van. A gáz vezeték, a csatornák, a víz, minden. Látták most, hogy a járványos mutató összefolyódott. Tehát ez mind stabilizációt igényel. És ezt meg tudta oldani a kémia. De a Staudingerről el akartam mondani, hogy tehát 25 körül meghirdeti az elméletét, hogy ez a makromolekula, ez primer kötésekkel monomerekből összeáll óriás
molekula, és valamiért ezt nem tudta elhitetni a kolloidikusokkal. A kolloidika tudománya akkor nagyon, ma is nagy egyébként a gyártás. Eltének ma sincs polimer tanszéke, kolloidikusokkal egyébként az viszont. De a lényeg az, hogy van itt kiterjedése, a fizikusok nevelkednek. Majd szólunk nekik. Nem, egyébként becsülik őket, csak valamilyen hagyatékból. Ők már 100 évvel ezelőtt nagyon jó kolloidikát tanítottak. A kolloidika tulajdonképpen az agregációk és a diszperziók tudománya, és az mindjárt az elején nagy dolgokat produkál, ragasztók, festékek, kozmetikumok irányába és így tovább. Másrészt ugyanezt a diszperzió irányába, a diszperzióba festék, hallom és így tovább. Van ott a vak tudomány, csak éppen ezt a makromolekula elméletet 924-ben a Tudományos Akadémia Berlinben elfogadta el. Nevetségessé tették az öregeket. Fiatal volt, még svájci prof volt a Zürich Egyetemről, Hermann Staudingernek hívták. Három évtizeden át nem csak megakadályozták, hogy megkapja, ez az egész tudománynak az első Nobel-díja. 1953. Staudinger. Onnan indul el egyébként az egész héten, de mondom, hogy benne megy kívül egy idős, tehát már ide járt, 55-ben lesz. És akár hiszik, akár nem, a Schrödinger elkezdi már a Nobel-díj birtokával, tehát volt hozzá pénze, kibővítette a laborját, és megpróbálta megcsinálni azt a legegyszerűbb polimert, ami a formaldehidnek a többszöröse. Ez egy formaldehid. A formaldehid ez így egyszerű, nem is igazán körülbelül. Tehát az egész között van egy borzasztó egyszerű alapvet. Ő már tudta, hogy a C-oxigénkötés is elég jó. Tehát az egész között kell, hogy legyen egy polimer. És tulajdonképpen már ismerték a gyűrűs primert, meg a kisebb oligomerjeiket, tehát rövidebb láncokat már tudta. És ő kitűzte magának a Nobel-díjra a zsebébe, ugye ezt megcsinálja. És meg tudta csinálni. És nem tudta stabilizálni. Még két évtized kellett, a 70-es években jelent meg a polioximetilén, úgy hívjuk ezt, hogy ebben egy olyan szerkezeti anyag legyen, amikor már egyébként nagyon lehagyott tartalma, azért, akinek személykiskocsia van, annak már mindenkinek polimerből van a benzintartálya, jó kis formákat lehet kihozni, de jobban minden tér. Több centit kihasználunk, ha van kardának megy, akkor a körül van nem a tudás. És ahhoz mindegyikhez kell belső szivattyúra, miből kell kontálni. Tehát vízben, bocsánat, benzinben úszó szivattyúra van szükség. Motoros szivattyúra, villamosajtás. Az mind polioximetilénből van. De nem a Staudinger nevéhez kötődik a siker, hanem az utána, hogy a lövő két évtized névtelent és egyszerű munkásaiak, akik kidolgozták ennek a speciális polimernek a stabilizálását. Hogy ne bomoljon vissza. A PVC visszabomlik gyökösen. Az ablak, ez most már PVC ablak, ugye? Ez az igen, kilenc cserébe mind. Ez fémes ablak volt, emlékeznek rá? Nem emlékeznek rá? Ez megcsinálják. Olyan, mint a fém. Olyan, mint a fém lenne még. Csak bevonnak. És már ilyen. Én szerintem ez végéző. Arról így mondtam magam? Nem, innen. Ha belé néz innen. Tényleg hideg nyáron van. Na mindegy, az a lényeg csak, hogy az alumínium nagyon jó hőhidatlanzat, viszonylag nagy hőhidatlanzat. Ez mind több fekeszes. Na, a PVC-t, hogy stabil legyen napsütésben, télen-nyáron, és nem egyébként. Ha valaki PVC ablakot vásárol, 50 inkarenciát kap rá. Még egyszer nézze meg, ugye? Hogy csak ki akarja nyitni. Ja, köszönöm. Tehát az egész mögött ott van ez a letérdés, hogy a környezet barátságos anyaga ez az nem. Hát persze, hogy nem barátságos a kidobb. Ez a civilizáció alapkérdés, hogy megtanítsuk egymást, hogy ne szenvedjen. Hú, már nem érik el dolgozni a csiket sem, meg a rohosa sem van. És az egész mögött, hát meg kell tanítani az emberiséget, hogy próbáljuk összeszedni. A stabilizálást pedig, hát időzíteni kell. Tehát a polietilén stabilizálhatjuk egy nyárra, hogy csinálunk belőle hajtatóházat, hogy primér uborkák lehessen, már nem tudom, hogy április van. Kapunk, meg is lehet, hogy ezt csinálni.
Egész Európa. A másik oldalon pedig lehet is kínálni ugyanebből két nyárit, három nyárit, de akkor annyival több stabilizátor kell hozzá. De a négy nyárit már nem érdemes, mert úgyis megbarnul, vagy amarul lefog az romani magától is. Ha viszont ebből gázcsővezetéket akarunk, akkor természetesen annak 50 évre kell szolgálnia. Egyébként a letemetett rendszer, amiből nincs kölcsönhatása az elegi oxidatív és a napsugárzás UV bármilyen szűkrajhatása. Tehát ott könnyebb a stabilizálás, de ott is stabilizálás. Na most mindez azonban mindegyik célszerű, célirányos, tehát nem lehet általában polietilént kapni. Polietilén meg kell mondani, milyen kell. Először is meg kell mondani, hogy milyen fajta gamma-pontot, DX-enyek vagy D-pont, D-t fog használni. Tehát más polietilént, tehát a sajtolások, más a melekről, más a fölcsentése. Más molekulától megjelenti van. És a stabilizálás, meg kell mondani, hogy ebből palackot akarok csinálni, teljes palackot, vagy fóliát a csomagoláshoz, vagy pedig gázvezetéket. A PVC-t még bonyolultam, mert az önmagával is már egy keverék, mint a gumi. A gumit is stabilizálni kell, minden stabilizálni kell. Mert azt mondani nekem, hogy te aljas fickót el, ő az évezred biztonságát elköveted, és 10 000 év múlva is téged fogsz vinni az utódnemzedékét. Hát én nagyon könnyű lehet kérni, mert kiviszem belőle az ösvet és stabilizáltat. Holnap összeadjuk a kezed között. Hát nem, én ne szígyel engem, hogy amit tudom, az autónak a műszerfala nem bír ki ennyi arat sem. A zsigolyból kijelenik, nem bírjuk megörült a nyilván alatt. De az egész mögött van egy célszerű mérnöki optimizáció. Ez nem maximalizációt jelent természetesen, tehát nem az a cél, hogy ő végtelenség jó legyen, tudnom kell, hogy mire, és akkor arra megfelelem. A környezet tesek is. Ezek a palackok, amik fölhalmozódnak, azok nem így valamit. Az egy külön történet, a PET palack, a polietilén szerep talál, én ezt az alapkönyvet megírtam, nem is tudom, 1994-1996-ban, és akkor a PET, amiből a palackot kezdtük gyártani akkor, Amerikában ez már megnyugaton, az a kilónként, még előkezdeni, a kilónként olyan $5 volt. A könyvemben így is szerepel. Megért 3 kiadást, aztán töltötték az internetet, de ma sem is megyünk mindig. De most már mindenben hallgatóra jutott. Ennek az ára közben lenett $1.5. Tehát iszonyan olcsó lett az a palac, és amit én nem gondoltam sose, hogy annyira gazdagok leszünk, hogy a hideg vizet is ilyen palacból iszunk. Tehát akár van benne szép dioxid, akár nincs, majd cukros vizet, ezt én sose szerettem, de Coca-Cola-val nem lehetünk művözni. De az, hogy ilyen drága anyagot föl tudunk használni, ilyen egyszeri használatra, disposable-ot mondják, ami az egyik oda az orvos technikában nem nagyon indokor dolog. Nincs orvos a kollégák közül, egy sem. Ebből hoztam egy könyvet, a második tankönyvet, ebben írtam, hogy polimerek az orvos technikában. Ebben rengeteg diszpózol, amely van, amit egyszer használjuk fel, hát csak sterilre használjuk fel, az injekciós gyújtósítól. De hogy az élelmiszer csomagolásra miért használunk ennyit? Egyébként a csomagolás technika elviszi valóban a világ műanyag felhasználásának a harmadát, a 30-30%. És annak a jó részét képesek vagyunk kihajítani. A betparaszkot. Nem kéne. Vissza lehet dolgozni. Föl lehet használni újra. Ha nem ugyanarra, mert közben megváltozik a módtömeg. Mert át kell vinni a, mit tudom én, az exkluziós vagy beleformázásból, át kell vinni a szállózás irányába. Mert ott már kisebb módtömeg is jó. Tehát valamennyire degradálódott egy ilyen körforgalomban, akkor még jó lesz a szállózásra. A szállózásnál viszont, hát borzasztó olcsó szállatnak tudnak csinálni a kínaiak a PET-ből. Poliészteringet. Kérdésem az, hogy 3D-s nyomtatásra. 3D nyomtatásra mindegyik jó. Most már belőle politásra volt. Jöjjön át hozzánk a laborban, látni, tudsz a kérdéket.
Mert ugye annak... Tessék? Annak most lenne piaca. Igen. Igen. Az egyik kivívő iparágon fröccsöntés és tartalékünk. Úgy értem, hogy a PET palackok anyagában. Abból is lehet. Mindenben lehet. Mindenben meg lehet csinálni. A PET-ről is lehet szállat képezni, és ez a szállatállás ráolvasztásos háromlépű. Abból csak egy ilyen, ebből az alaptípusból van 6 darab iparágon. Nagyon szeretik egyébként, nagyon népszerű a végköztől. Na, úgyhogy rengeteg környezetvédelmi dolgot lehetne még. A nagy baj az, hogy túl olcsók vagyunk. Tehát ez a organizációs rendszer, hogy az iszonyúan hatékonyan megy a legyen valami. Tehát megtanultuk a kalkulóját, nem férjünk a exotermicitásától, nem férjünk a gyúlékonyságától. Ezt mind megtanultuk, viszont a végén megjobban ott van. És ekkor viszont nagyságrendje az összes őrrel ágyulnak, nagyságrendjenek 1 euró per kiló. Ez meg a krumpliba, de narancsra, akár még már kivasít az ára. És az úgy, így esetben megint van egy stabil 100 euró. Még lefelé is megy, hát mondom, PET az lehet. A PET lehet 5 dollár per kilóról. De nem mondom, a PET-et milyen gyorsan gondolni fel a természet. Még egyszer, attól függ, hogy mennyire stabilizál. Ha nem stabil az állam, akkor egy évben. De a meglévő megkulatkozó most nem is stabilizál. Hát nem ez a kérdés, hogy a Coca-Cola mit kínál magától. Maga a gyártó, és a Coca-Cola pedig legyártja a Coca-Colának néha egy év előre a szabadját, és őrzik a kezét, és én tesz szól kezét. Mit kíván? Hát be lehetne úgy állítani, hogy egy év alatt lebomoljuk, azt nem csinálják, akkor nem tudná tárolni. És az egész mögött azért nem nagyon szeretjük ezeket az időzített dobbákat, hogy biztos, hogy szép esik, nem tudom, hogy másfél év után. Kiváló ez. Még a gyógyszerben is elállalunk, hogy nem akár időket. Tehát egy csomó olyan etikai kérdés van, ami lényegében a civilizációt, a nevetséghez tartozik. Most nézem az órának már egy óra 10 perc a szélek is. Nem szakítanak meg, az lehet van, hogy befejeznek. Majd jön még a kérdés szekció. Azt mondja, hogy nem tudjuk. Kezdtem, a nyelvő tulajdonságban visszatérve, hol fontos, hogy ezek pontosan ismertek legyen. Mi volt ez a keverési kérdés? A kompozita, jó, hogy átkérdez. A kompozita az azt jelenti, ami szakmában olyan összetett rendszer, amiben fázis határokkal elválasztott, tehát fázisokból álló összetett rendszer, aminek azonban a fázis határán olyan jó kialakított mérnöki antezéléknek van, ami lehetővé teszi az együttműködést. És az együttműködés tipikusan két nagyon eltérő szerkezeti összetevő között, az egyik tipikusan a szálas erősítés, tehát üvegszál, a karbonszál, mindenféle változat, a grafén, aztán mit tudom én, akár a bazalt is, hányból is tudod csinálni szálokon már. A másik pedig a matrix, amiben befoglalom, annak pedig közvetítőnek kell lenni, egyébként ilyen a fa is, a faj magának. Tehát ezzel szilárdítja a fának, a másik összetevő a rendszerint a szívosság biztosítás. Az üvegszálak. Az üvegszálak, ez egy üvegszálak polipropilén, és az a lényeg benne, hogy rövid szálak ugyan, de mégiscsak meg lehet csinálni benne az orientációt, de ebben még nincs is olyan szerepe, már ebben is van a fröccsöntés irányában orientáció, de az összes sportszerű, gondoljanak a rúgítónak a rúgjára, vagy egy nevező lapátra, vagy pláne egy bóénnak a számára. Ugye, de ha jól meggondolom, akkor az, ez az alapelv, a kompozit alapelv, hogy tegyünk bele erősítő anyagot, és azt használjuk fel arra, hogy a termékünk anizotróp legyen. Tehát irányfüggő legyen a paraméter, az összes tulajdonság. Ez azért jön, hogy gyakorlatilag minden igénybe létel anizotróp, még a PET palac, amiben az ásványvizet 4 gram széndioxid a literenként megnyomjuk, még az is nyomás alatti erény lesz, amit még épészek tudjuk, hogy kazán formulával kell kiszámítani. Tehát ennek a hengernek
a cirkumferenciális igénybevétele nem ugyanaz, mint a longitudinális. Emlékszik még az aránya? Mi az arány? 2:1. Tehát 2-szer akkor a szilárdság kell egy fekvő hengerben, nyomásalatti hengerben, a palástkő gyűrűjel, palástkő körkörös irányban, mint hossz irányban. Ezt meg tudom csinálni, kell palasztani. Többek között az emberben nevék állapotban, a reológia megfelelő állásában, nyújtani tudom. Ebben az irányban 2-szer akkor átnyújtok rajta, mint ebben az irányban. Többek tudom megadni. Na most ez az alapelvtárgy, ez a kompozit alapelv, ez nagyon jó, és különösen a hosszú szálas erősítésnél. Még tudom megtanultuk azt is, hogy a rövid szálasnak is a légjogosultsága. Miért? Mert az a szál, amit itt használok, az a 10 mikronát. És ha tudod csinálni egy milliméter hosszúságot, az már elperné a lágyban 101-hez. Az egy elég hosszú szálnál. Tehát mikrométerben, mikrométerben az már amutató irányítő megkérdésítés. Hosszabb válaszolok meg ezért a kérdést. Na, ez is érdekes. Viszont amivel én gondoltam, az inkább az, hogy a hogy kell ezekkel a nagyobb tudósságokkal, hogy ez fontosan kiszámolod. Nem az, hogy beállítani, hanem hogy fontos előre kiszámolni. Megmunkálásnál, ami a legelőbb szóval a fröccsöntésnél, vagy nem tudom, a Lajos Tamás vagyok ezekig a reológiát, az állalásnak, ahol ezek a kérdések, ez hogy fontos? Tehát, hogy hol kellene ez a fröccsöntésnek? Melyik technológiát? A legnagyobb jelentőség ennek a kompozitnak és az előre tervezett anizotrópiának az a repülés technika. A repülőszárnyak, vagy a mikrodomin, a propeller, vagy a szélerőműnek a lapátja. Egy csűrű is tűr, és a végét is tűr, megfelelő méretű. Na most egyébként ez úgy készül, hogy ezek a kompozitok, amikből a Boeing szárnyak is, az mindig, ugye ez egy végtelen mindenképpen, ez egy hírnak. Ez nem is fényből csinálják, nem is? Nem, no, többi többen százalékban, hogy most már kompozit van. Először elején csak a szárnyvédének a különleges vezésükről csinálják, ma már többi többen százalékban is már kínálják. Tehát az a lényeg, hogy az azokról tervezette. Kinek számolja, milyen arányban, milyen különbségek legyenek. Elő azt kiszámolják a terveit. És annak megfelelően kialakítom a rétegrendeket. Tehát a szállirányosságot rétegekből építem, fogod a rétegesnek a régi úrnél van. Talán még ez a rétegés, az rétegesnek látszik, ez már nem az biztosan. De az is rétegesen az tárta. Igen. Hasonlott van lécecskénk, és akkor abból rétegek szövegénként kialakít. Most ezt meg lehet csinálni egy mai ilyen Boeing-nak a szárnya, csak egy rétegében, ami alatt még lehet, hogy szendvics van. Az mit tudom, mi 20 olyan réteg, a 2 millimétert úgy építik, a 100 milliméteres retregekből, hogy azokban határozott irányítás van. És azt kéne számítani, hogy milyen rétegrendel, hány fokkal, mennyire csavarja már ahhoz, hogy a szilárdítás az. Gyertek, és a hűvérsékletek, itt ezek a hangokállásokról, ezek a hangjelentek. Itt van megint egy nagyon jó ellentmondás, amit a mérnöknek kell megmondani. Tehát ez a biznisz, a hőrel áruló biznisze, a 90% az egész műanyagiparnak, az hőrel áruló. Tehát ömledékben dolgozom fel, ilyen deformációs sebességekkel, olyan-olyan reológiával, stb. És megolvaszt állapotban. És újra megolvasztható. Ebből van másik nagy év a háttérben, hogy ezt mind újra fel lehet használni. Megmunkálásra meg is kell a dolgos hűvérség. Nem, hát itt van egy előny, hát az acél 1600 fokon oldal, de a legmagasabb itt ezek közül, hogy a peak, a poliéteréket, tehát az 350 fokon. De az összes többi 200 fok körül. Ez nem van más. Na most a hőre nem lábjulók, a térhálósak, a gumi abrocs ilyen, a bakelit is ilyen volt, az még nem lesz egy látható viszont. Az főálló, de akkor az nem tudom csinálni, csak És akkor még egy kicsi
belevonatkozó kérdés, mert ahogy én tudom, a videodinamikában azért nem lehet ezeket jól beprogramozni, tehát problematikus módonban, mert ezek azért jelenleg, ezek nem, tehát felosztás függővé teszik a kódokat. Tehát nem jól mondhatók meg. Arra gondolom, hogy kúszik meg feszültséggel a száll, akkor ezt megérte. Kúszás és feszültség, relaxáló egyenleteket, azokat nem lehet összerakni a nézőkszal, mert azok másfajta. Ez igaz. Na most ugye instabil az egész. Igen. Ez gyakorlatilag hosszú időre mondok át, tehát az egész diszciplinától egyébként arra. Én vagyok annak képben, hogy a tanszéket. Elejöttem oda Kanadába, 92-ben, és én nagyon örülök, hogy nem csak megvetettük a lábunkat, hanem az egyébként sem jutottunk. Na, de mi szólt ellene? Hát ez, hogy húszik, feszültségre akszál, nem tudom méretezni, meghúzok egy csavart, és akkor húzzam utána egy év múlva, mert közben egy évek alól a lábén, vagy hogyan. És akkor rájöttünk, hát nem, nekem ez a főgében, a konstruktőr mégis nagyon szereti ezt a feszültségre akszáló húszóanyagot, aminek ilyen hülye reakciói vannak, ilyen késleltetett válaszolni. Miért? A terepényvilág. A csillagítás. Stéphán professzor úr nagy területe, a csillagítás. Az egész ügyelőben van, de ebben van a tanulmányos. Legjobb előttől. A tolszázasban a cigántikor lett a legjobb. Nézték a friss műhelylapot? Cigántikor legjobb előtt, és másik két előtt, hogy benne a terepényvilágos. Na de miért? Azért, mert ez a fajta csillapítás, hát ez egy utolérhetetlen jellemvonás a többi szerkezeti anyaghoz képest. Mindenütt, ahol rezgés van. Hát ennek óriási szerepe van. Késleltetett válasz. A diszkózus összetevő miatt. Nem kell egyébként annyira elretegni ezt a dolgot, mert a kettőnek az aránya, tehát a rugalmas válasz és a csillapított válasz aránya körülbelül 10 az 1-hez. Tehát az elsősorban mégiscsak rugalmas. Persze, hogy különbségkel törvények a változás is. De a csillapítás az egy univerzális követet. Egy mai autó, hát attól autó csillapít. De csak maga az autóját és úgy szól. Nem a különbséget elcél, ezt meg egy régi varmú között. De minden csillapítva, nem csak a mechanikor egzés, nincs tudom én. Hát a fő. De a természet, még a villamos csillapítás is, mondjuk a szigetelőképesség is erre vetett a számára, de feltétlenül benne van a hang, a hő, és a mechanika, amit megvan. És ha ez így van, akkor ez egy úton érhetetlen anyag. Még ilyenkor azt is meg szoktam megjelni magamnak, hogy az egész társadalomnak egy nagy nagy csillapításra van szüksége, mert állom öntökből a szélsőségek kilengései között, ahelyett, hogy megértenénk egymást, és egy csapet visszatartanánk magunkat a direkt választól, a rugalmas visszapofogástól, és gondolkodnánk, hogy számra meghúzik minden. Ugye jól mondod? Sokan beszélhetnek. Nem? Nem, 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 ez az optikája? Ez hát ez csak egy... Jó, de amikor rajzoltam, akkor mit látott? Abszolút működik. Nem, akkor a táblát is elkezdtem. Nem, igen. Akkor leállítom. Köszönöm szépen. Jó, van. Hát akkor... Ha nem veszik fel ezt a szerveborregularitást, tehát például egy szabályságot, akkor
akkor egy ilyen vacakra jelentett belőle. Tehát az adaptívus politikokinek az olyan, mint a szurok vagy a dedúlva. A dizotaptívus politikoknak meg ilyen a szilárdságú. És az elején ezt mit kellett vonni? Tehát az első megvalósult ilyen reakcióban körülbelül 7-8% adaptívus védő, amivel nem tudtunk mit csinálni, és akkor keresünk egy tartó, hogy valami kitalálni, aztán nagyon szépen elkerültük a szurokba, amit útépül és nem használ. De még azt sem, hogy nem akart elfogadni, hogy az volt útépült, hogy nem tudott, hogy baj, hogy akkor igen, nem fákja aztán. A fákja mondta azt, hogy az ott a gyárban kiküldeni forrón, a egyik kéményben, úgyhogy égen a vége. Tehát ugye nem szólnak. Organikus szennyezés. Stabilizálásokra részben egy anyagok hozzákeverése, részben a bőkezelés beállításának fontos szabályozása. Én mennyi anyagokat esetem most. Egyébként pont az volt a baj, amit én, mert azért egyre jobb katalizátor rendszerben hoztak ki a polipropén gyártáshoz. A mai rendszer az olyan jó katalizátort a hatodik generációban, hogy már 1% alatti benne az adaptikus. De az a baj, és az már nem hát bonyolult szerves rendületeket, olyan felolókat kéne legyen, ami mit tudom, hogy több gyűrűs olyan rendszer, amiben vannak olyan végződések, ami a szabad csatáját jelenti. Szkeletsek. Tehát mit tudom én, olyan poli felolóinek is van egy bokája, itt is van, mit tudom én, három tagú valami, és akkor itt egy másik ilyen gyűrű, azon még lehet, hogy oldalt egy CH2, CH3, és akkor egyéb dolgok is, akkor ebből a polifenolból, mint tudom én, még ez a különleges benzógyű is át tud alakulni, és elkapja a gyököt valamit. Tehát de sokkal összekémi ez olyan. Az összekémi a ma is ezeket az óriás molekulákat egyenként kapcsolásokkal építjük fel az javadatába a gyógyszer. Miért meg a láncreakció? Megcsinálom a monomeret, jó, megcsinálni, de azért a megcsinálás vonatokat csak megköszönöm, és végig menjünk, mint a dominó. Úgyhogy szép kémbe ez, és jól működik, és fogjuk csinálni akkor, és most többen nem tudunk, már módszerű sem tudunk, amikor a legtöbbőkában. A IPAR 4-es programban, mert különösszer egy bank is, hogy mi az IPAR 4. Hát az IPAR 1-es, hogy a kezdeti a első ipari forradalom, a egyszerű mechanikus szövőgépekkel, meg a háttérszerűeket állni, ez volt a James Watt személyesen az gőzgépben. A második szerintem a villanymotor, és a lenneketünk a jól meg a villanys, ez mindenki is. Most viszont azt mondják, hogy az ipar 4 az már az a korszak, amiben a kibernetika és a fizikai gyártó rendszerek összeérnek. Tehát kiberfizikai gyártórendszereket vizsgálnak a szakiban, ami nem egyszerűen csak robotizációt jelent. Jól mondom ezt? Maga is szak is egy kicsit? Nem, csak ez sem. De azért ez jó, hogy meg van fogalmazva, a szerint, hogy kiberfizikai gyártórendszerek. Nem. Tehát magyarul minden okos. És ebben volt valami politára, módszer is tudom, hogy végül van a politára, nem csak az autóiban, mint az autóban nem lehet csinálni. A villanyautó is sem lehet, gyorsolható, semmi nem lehet. Az infrastruktúrát nem lehet csinálni. A csomagolás technikát, de azt sem nem csak csinálni papírból. A papír sokkal több energiát fogyaszt. Iszonyú mennyiségű vizet koszolunk össze, amikor megcsináljuk a cellulózt. Nem is érdekel, hogy felülában már nem is gyártam a cellulózt. A cellulóz gyár volt a Duna mentén a Nyerges újfalon, ami ma egy Karmorszáll centrum. A Torré egyik legnagyobb napnál. Karmorszáll gyár, nagyon két-három évvel ezelőtt, most látok sorok, kutatják a dupájára. Pont ezért meg a kompozitot csinálnak. Rengeteget meséltem el, és tényleg nagyon örülnek itt. Én nagyon örülök, hogy megkapom, most már letörölt, ugye?
aki nem volt itt, annak elküldi ezt a felvételt. Internetre földeszik, onnantól kezdve elérhető. Földeszik az internetre, hogy én is megláthatom? Persze. Hát, hogy volt már.